Sziasztok, Black Venom vagyok, és ez itt a Disney Dreamlight Valley 6. része. Az előző részben megcsináltam az ilyen kis Halloween-i, meg karácsonyi eventet. Azóta már eltelt jó pár hónap, úgyhogy most folytatom egy újabb ilyen dimenzió kapuval. És az a gond, még mielőtt belevágnék, kijött két új karakter is, Olaf meg Mirabel. Ők még jó pár hónap ezelőtt jöttek ki egy újabb nagyobb patchben, onnan szedtem ezt a szettet is. Csak az volt a gond, hogy sajnos elveszett a felvételem, amit csináltam erről a bemutatóról. De meg be tudok mutatni, hogy Mirabelnek milyen a háza. Én egy kicsit ügyködtem, így jobban berendeztem a helyeket. Mirabelnek ez lenne a háza. Meg hát a története az volt, hogy ezt rendbe kell tenni a házát is, meg így megismerkedni a többiekkel, különböző lányokkal megismerkedett. Meg is mutatom, hogy milyen belülről. Milyen szép. Közben megy a zene is. Alapnak meg az volt a története, hogy be volt zárva, mert ez a barlang se volt itt. Ezt így ki kell nyitni, és a valaknak a segítségét kellett kérnem. Így, mert így a sztori is folytatódott, tehát valahogy így a sztorihoz kapcsolódik, a fő sztorihoz. És ezzel így helyreállítottam itt ezt a emlék gömböt. Ez egyre kevesebb van. De meg is mutatom, hogy milyen ez a barlang belülről. Hát ilyen meg elfeledett. Az baj, sajnos tényleg nem tudok ebben mit segíteni. Ha bármi kérdés van ezzel kapcsolatban, nyugodtan feltenni a kommentben, és segítek, amit tudok. Sajnos balfasz voltam, mert újra kellett telepíteni a gépemet is. Nem tettem le azokat a dokumentumokat, a felvételeket, pont amiket erről csináltam, csak sajnos fordul az ilyen. Alapvetően úgy így nagyon segítőkész volt, tehát egy ilyen szelebúrdi volt. A története csak annyi, hogy így a különböző falusokkal így próbál barátkozni, tehát megpróbál barátkozni Scarral is, csak nem igazán jött az ugye össze. Hát így igazából tényleg csak ennyi, hogy mindenkivel jobba akart lenni, meg boldoggá tenni mindenkit. És elkezdett egy újabb event ideje, ez a Disney Parks. Hát gondolom ezzel ünneplik meg, hogy a rendes a Disney World-eket, ilyeneket, és emiatt beraktak egy pár attrakciót is, új ruhákat, kaját, stb. Tehát jönnek az újdonságok mindig, attól nem kell félni. Úgy, hogy meg kell csinálni az eventeket, de általában mindig az, hogy így szedegetni kell, horgászni, mondjuk mit is Scrooge-gal kell horgászni, meg elmenni bányászni Mickey-vel, tehát ezek is mindig változatosak. És bejött két újabb karakter, méghozzá Nala és Simba az oroszlán királyból. Legalább Scar-nak van kit basztatni. Jó haverok lesznek. Ezt is ugye meg kell itt venni a palotába, hogy be kell menni ebbe a külön dimenzióba. És ez lesz az utolsó, a második szinten. 10 000 ilyen Dreamlight sárba kerül. Még hogyha ez lesz így az utolsó, mert nem hiszem, hogy erre folytatják, de majd ki tudja. Hát, hogy megnyitják már ezt a részt a következő update-hez, vagy elindulnak erre felfele. Ez a két lehetőség van. De hát még vannak világok bőven. Szóval nézzünk be. Well, hello! Afrikai szavanna. The villagers are depending on you, my friend. They'll never give up. Thank you.
Azok ott, mint gondolom, a hínek. Tetszik maga a környezet. Egy creepy. Tehát mi van? Csak egy cucc. Gondolom. Ó, milyen jó kis ing. Beszélj nullával. Szóval én vagyok Woody Bear is, te lehetsz. Kérlek, ne egyél meg. Amúgy nézel ki, nem túl fenyegetőnek nézel ki, azt mondja nulla. Ó, tud beszélni? Hát persze, hogy tud. És még ért is. Nem fogsz megenni? Hát, csak el akart tiszteni. Szerintem, hogy te is egy hiéna vagy. Vannak itt hiének? Hát azok ott a fénylő szemeket? Az mindegy falka. Azóta követnek, hogy Simba eltűnt. Nem, Nala. És akkor megkért arra, hogy valószínűleg nekem kéne eltakarítani ezeket a hiénákat, a csúnya szemeket valahogyan elkergetni őket. Na tehát Timon és Pumbával akart találkozni, aztán így elkeveredett. A hiénák meg hát ott utálják Nalát is, mert elkergették a Pride Rockról őket. El kell kergetni őket, aztán ennyi. Tehát hogy el kell zárni az utat előlük, meg tudja követni minket. Tehát Nala ültet pár magot, nekem meg csak annyi a feladatom, hogy ezeket meglocsolni. Nevettek. Tetszik a zene hozzá. És ide kell ültetni ezeket a magokat. Újfajta magot kaptuk. Thornbush seed. Na, ilyen se volt még, hát akkor ültessünk. Ezzel nem fognak átjutni. Jönni. Szépen benőtt. Na.
Most már nem fognak követni nála. Ez sem hiszem, hogy működött. Sikerült lerázni a hiénákat. Nalafon. Most itt az idő, hogy én segítsek neked. Még a hiének nélkül is veszélyesekedik a dzsungelben. Szóval még nem nagyon látott embert. Azt mondja Nala, hogy egy nagy tönk zárja az utat itt. Nekem csak annyi a dolgom, hogy ezt kiásom szépen. És persze, hogy csak hogy tovább tudjunk menni. És akkor az elérjük a dzsungelt. Mit található itt? Ó, itt vaníliát lehet szerezni. Itt is lehet ugye főzni. Ami Scar otthonában is van. Kapunk 10-es szinten, hogyha megcsináljuk Scar történetét. Nem látom Szimbát. De a jó hír, hogy nem lesz látok olyan élőnyt, aki meg akarna enni minket. Itt elkezdi keresni Szimbát, és én próbáljam a másik részen megkeresni, hogyha ezt a sziklát. Aha. Ezt tartotta fel azt a porönköt. Keressük meg Szimbát. Kőne matata, mi a gyönyörű só, Hakuna matata, ez tanulni só, ott is van. Mit található itt? Azt a virágot nem lehet felszedni, meg olyan, mint úgy tűnik, mintha fel lehetne. Ezt ki lehet ásni, de ez egy tönk, szerűség. És hát sok fal van benne. Ezt meg nem lehet kiásni. Érdekes. Szóval Szimba! De is azt hiszi, hogy... mi az? Ellenség vagyok. És akkor így kell mondani ennek, hogy Hakuna Matata. De azt mondta, hogy Hakuna Matata. Timo és Pumba barátja vagy? Hát igazából Nala barátja vagy. Ő küldött, hogy kereselek meg téged. Nala mindenhol kereste a dzsungelbot, és soha nem találta. Nala minden barátja, az én barátom is. Bocsi, hogy leordítottalak. Sok hiéna a közelbe, szóval óvatosnak kell lenni. Tehát biztos ismered Timo és Pumbát is, mert ez az ő mottójuk. Means no worry. Na, keresd, menjünk Nalához. Te erre még található valami? Na közben megy is a zene, ha jól hallom. Means no worry. Na, úgy örülök, hogy látlak. Te is hiányoztál Szimba. El kell tovább ki segítség, hogy eljesszem a hiénákat. Szerintem jól vagy? Szóval olyan ilyes vagyok, hogy megennék egy teljes zebrát. Egy egész zebrát.
Hát én csinálok kaját, persze, hát ki más? Na, mit szeretnél Simba, mit csináljak neked? Ami bogarakból kéne készítenem a mi kaját. Tehát ki kell horgászni ezeket a halakat, meg bogarakat kell szednem. Na, még több minden kell. Hát ilyen vörös bogarakat is kell keresnem. És mondta, a tönkök alatt volt. Azokat már kiestem. Így ezért nem lehetett ezt kiásni. De csalálkoztam, hogy itt az összes tönköt ki lehetett így ásni. Kéve ezt. Incsinglandó, ízletes bogár salátát, vagy nem tudom mi ez, bogártányért készítettem ebből. Fincsi. Hát én biztos nem ennék belőle. Amit a csirke? Csirke! Olyan rágós és nyúlós. Szóval a hiénákat hallott. Szóval több száz hiénát hallott a közelben. Túl sokan vannak. Úgy kell hangzanunk, hogy több százan vagyunk itt. Tehát gondolom kell lesz majd ilyen hangosító, vagy valami más ilyen különleges eszköz, amivel el tudjuk ijeszteni a hiénákat. Jól sejtettem, Dagobert adott egy ilyen hangszórót, csak meg kell javítani, nincs a leteramba. És ezzel fogom majd ijeszteni a hiénákat. Igen, hogy ebbe fognak Simba együtt így beordítani, aztán majd elégezti őket. Az emberek is tudnak ordítani? Hát... nem annyira hangosan, mint a oroszlának. Jó, jó. Na hát akkor... ordítsunk egyet. Miau! Jó, csak a poén kedvéért ezt fogom mondani. Cuki volt. Miau. Lala megmutatta, hogy hogyan kell. Mi, hogy csináltak hozzá egy külön animációt is. Működött. Kíváncsivá tettem, hogy honnan jöttem. Miért nem bírsz megnézni oda, hogy honnan jöttem? Ha?
kérdezi Nala, hogy van ott bármiféle más kaja a bogarakon kívül. Hát ott jó, sok kaja van. Zebra? Hát az nincs. Antilop? Arra az sincs. Mi az? Biziló? Hát az sincs. Miért nem jössz aztán, nézd meg. És ide helyeztem az otthonukat. Egy szép nagy szikla. Gyönyörűen néz ki, mondjuk jó nagy helyet foglal el. De ez pont ide illik amúgy. Pont jól van méretezve. Ide még nem gondoltam, mert itt bányázgatok, így újba lenne. Úgyhogy ez így pont ide passzol. Nem király. Na hát így be is fogadtam. Mondta, hogy Simba szeretné még kis időt tölteni így egymaga. Mert megemlékezik így az apjáról is. És mondta, hogy elég ismerős ez az egész környék. Mondtam neki, hogy hát igen, ő is itt volt a felejtés előtt. És mondtam neki, hogy Scar is itt van már, de csodálkozott rajta, hogy Scar hogy lehet itt, amikor látta lezuhanni, azt hitt, hogy meghalt, hát nem. De esetre Nala így figyelni fogja Scart, hogy ne csináljon semmi gonoszságot. Beszéljünk Simba, hogy miért nem akar még jönni. Tehát egy csak egy kicsit így elmerengett. Mi a hiénákkal történt. A barátom Rafiki szereti így arcba vágni a botjával, amikor így elmerengek. Bárcsak ő is itt lenne. Tényleg a apjáról elmondozik így a faszáról. Bárcsak itt lenne, tanácsokat adjon neki. Egyszer mesélt nekem valamit, ezt mindjárt meg is mutatom. Akkor fiatal voltam, apám mesélte, hogy a nagy királyok lenéznek ránk az égről, a csillagokról. Tehát arról beszél, hogy szeretné látni a csillagokat, csak olyan ködös az ég. Egyszerűen nem lát semmit. Merlin azt mondta, hogy azért ilyen ködös az ég, mert Szimbának így az emlékei az apjáról, hogy hát, jó mondta így, beködösödött, kevés az emléke róla, és csinálnom kellett egy Rafikinek a botját, hogy így jobban emlékeztessem, felfrissítsem az emlékezetét. Nem fogsz ezzel fejbe vágni, ugye? Hát nem. So long. Na, és akkor ide kell rakni Rafikinek a botját. Így varázsolni fogunk vele, vagy mi. Glad you're here. Aha. Működött. Na már jobban érzem, hogy a királyok hozzám tartoznak, tehát így rá, a királyok így lenéznek rá az égről, a csillagokról. Ha
Ugye az a mesélte neki, hogy egy jó vezető törődik a királyságával. Jó vezető a királyságát. Tehát rendbe kell tartanunk, és azzal kell kezdünk, hogy a kiszállt oázist egy kicsit kitakarítjuk. Itt keresni kellett növényeket, amiket így ki tudunk ásni. Azt mondta Simba, hogy nézzük össze ezeknek a növényeknek a magját, és akkor így szépen ültessük át ide. Hi. Yeah. Folytassuk. Ezt rám bíz, hogy hova. Tehát azt mondta, hogy szépen elültette a növényeket, csak itt van egy ilyen fal, meggátolja a folyást. Ezt kell betörnöm. Ha, ez lenne? De csoda szép lett. Visszatért az élet. Most ki is keltek a növényeim. De szép. Hi. Ha az átok is visszajönnek, akkor még szebb lesz. Tehát most kérdezem meg Szimbától, hogy hogyha már ennyit segítettem a kis királyságodban, miért nem látogatod meg mondjuk Maláta az én királyságomba? Jó vezet... jó hasznát venném egy jó vezetőnek. Na. Nézzük meg, hogy néz ki a lakhelyük belülről. Na, jó nagy. Szép otthon. I can't believe I found Simba. And he's alive. Beraktok még egy újdonságot. Itt a bányában van itt egy elrejtett szoba. Ez Simba sztori küldetéséhez tartozik. Mint annyit tudtam meg, hát hogy így csináltam a mellékküldetéket, tehát a sztorit, hogy Simba mint egy helyettesen volt, tehát sok minden megbíztam, hogy itt őrizze a békét. Ez mi volt? Szóval, hogy itt fenntartsa a rendet. Szimbák főleg az volt a feladat, hogy a rendet tartsa, az állatokra figyeljen, hogy mindenki kapjon élelmet. Hát, tehát volt feladat a bőven. Nalának konkrétan szinte ugyanez volt a feladat, hát Nala az inkább vadászott, gyűjtögetett, tehát így szerezte az élelmet, hogy Simba is, hogyha hazamegy, akkor legyen mit kajálni. Most nézem, hogy ilyen újdonságot is beraktok, hogyha felnézzünk az égre. Vannak különböző csillagjegyek a különböző mesékből. Ott van például Moana jele, Miki, zseniális. Imádom, hogy tényleg egyre jobban fejlesztik ezt a játékot, és egyre szebb, gyönyörűbb, élvezhetőbb. Meg igen, annál többet is kell foglalkozni, tehát több karakter, több küldetés, több sztori, de pont ez a lényeg, hogy ne unjuk meg. És ilyen szép kis emléket kapunk Nalával, hogyha így folytatjuk a melék sztorit. A melék sztoriból kiderült, hogy Nala felelős nem csak ezért a gyűjtögetésért, hanem magát a védelemért, hogy így védelmezi a falut. És találtunk ilyen szobrokat, három darab ilyen szobrot, ami így el volt ás mélyen. Nala régebben így ezeket megtalálta.
és ilyen furcsa fény áramlott a vízből, és ilyen halakat hol van. Ilyen új halat raktak be, ez a Here and There Fish, és Ursula mesélt erről a Here and There-ről, hát ezt magyarul hogyan is fordítanám, itt és amott. Magyarul minden szarangzik, mindegy. Szóval ez az itt és amott lenne ez a külön dimenzió, ahova Mini is bekerült. Tehát az eddigi lényeket, tehát Donaldot, mindent úgy tudtuk összeszerezni, hogy bevetünk ebbe az itt és amottba. Tehát ez a hivatalos megnevezése ennek a külön dimenziónak. És onnan jöttek ezek a halak. És furcsa mód ezek a halak, hát jó, igen ronda szegény jószág, de ezek olyan halak, hogy így ki is fogják őket, és hogyha meg is akarják főzni, így eltűnik, tehát így semmi nem marad utána. Egy gondolat azt így hirtelen eltűnik. Fura. Minden Riff környékén mondtam, hogy ezek ilyen furcsa jelenések. És látszik, tehát innen a Glade of Trustból, a Frosted Heights-ról és a Dazzle Beach-ről találtam ezeket a szobrokat, így a sztori szerint, szóval ezen a három helyen így ezek a fura jelenségek keletkeznek. Ez van egy kis easter egg a játékban, ezt most rakták be, hogyha az alábbi kódot beírjuk, akkor a postaládánkba kapunk egy arany krumplit, egy golden potétót. Ez az arany krumplival el kell mennünk elsőnek is ide a Dazzle Beach-re, ott van a barlang. A barlangnál a második része, ahol ott a rejtvényeket csináltuk, ott van a kőasztal, oda fel kell helyezni, vagy ilyen, hát ilyen gyémánt alakú jel, és ilyen kérdőjeleket mutat, oda ráhelyezzük az aranykrumplit, és kapunk egy aranyrépát. Aztán eljünk ide a Forest of Valorba, ez a barlangjában, szintén ráhelyezzük a kis jelre az aranyrépát, és kapunk egy aranyrákot. Az aranyrákkal meg el kell mennünk ide a kastélyba, és a kastély legfelső szintjén a korlátomban szintén ez a jel, oda rájezzük, és kapunk egy arany, ilyen Nighthorn, tehát ilyen tüsit, tüskét. Ez a Nighthornnal bemegyünk Merlin házába, és ott az asztalán rájezzük, és akkor kapunk egy ilyen Gleaming Gold Potiont, amit egyébként semmire se lehet használni, tehát csak úgy van. Ezért gondoltam, jó az, hogyha bemutatom, mert ki tudja, hogy ez mire kell lesz majd. Mondjuk erről, arról inkább az a viccet eszembe, amikor valaki szakít a párjával, és akkor azt mondják, hogy ó, nem baj, rengeteg hal van a vízben. És hát, ezek a halak azok a vízben. Egy újabb misztikus dolgot fedeztem fel, méghozzá ezek a kék tárgyak. Kezdem a kék krumplival. Ezt Ursula házában találjuk meg, ott veszünk simán. Aztán el kell mennünk Moana realmjébe, tehát a dimenzióba. Ott van egy ilyen sziget, hogyha hátra felnézzünk, arra el kell menni, egy láthatatlan labirintuson keresztül kell mennünk, és megtaláljuk ezt a Blue Shell-t, kék kajdalót. Aztán megyünk Ariel dimenziójába, tehát az a kis fa csónakon, ami a játék elején ugye megépítettünk, az átmegyünk, és akkor ott szintén láthatatlan labirintussal kell szembenéznünk, és megtartjuk ezt a kék csillagot. Aztán ezt a kék könyvet a misztikus barlangba találjuk meg. Ez ugye ott van a Dazzle Beach-en, és ott bemegyünk a barlangba, és a legalján ott át kell menni szintén a láthatatlan úton, és megszerezhetjük ezt.
aztán ezt a Blue Gemet itt ebbe a bányába szerezhetjük meg, ahol ugye meg kell tisztítani itt a folyót. Ide eljövünk, és akkor ott hát vannak ilyen rózsaszín gombák, ott azon átmenjünk, és akkor ott lesz majd leszakadt hit, ott lesz egy tövés, az átunk menni, és meg felszedjük ezt. És hogyha mind az öt tárgy megvan, szintén itt a bányában, eljünk erre visszafele, itt a rózsaszín gombákon keresztül, itt egyből jobbra, és itt van egy ilyen kis, hát, kis patak, vagy tó ez, és ide bedobhatjuk mind az öt hozzávalót. És kapunk egy potiont, ez a Brilliant Blue Potion. Még se tudna, hogy mire lesz jó. De azért jó, hogyha van. Ha valaki nem nagyon értette, hogy mikkel beszélek, inkább a leírásba beraktam egy konkrét oldalt, ahol szépen leírják, hogy mi hol található meg. Aztán van még egy ilyen titok, méghozzá a piros krumpli, a red potato. Ezt Remi házában, még egyszer a házában, nem a éttermében. A házában ott a szekrényből ki tudjuk szedni ezt a piros krumplit. És ezzel a piros krumplival kell csinálunk egy receptet. Ott Römi házában meg is főzhetjük. Kell hozzá a piros krumpli, egy lobster, tehát a homár, one slush ice, tehát a jég, egy chili paprika, és egy mána, tehát raspberry, nem gooseberry. Sokan úgy írják, hogy gooseberry kell, de gooseberryvel nem fogjuk tudni megcsinálni. Csak is raspberryvel. És ezt csináljuk meg, ezt az Icy Red Stew Yakot. Hát, ez ilyen különleges, titkos recept. Tehát így meg is kapjuk. És el kell jönni így Remi dimenziójába. És itt ide kell tenni. És kapunk jutalmul egy ilyen piros potit. Raging Red Potion. Hogy az is mire jó, még nem tudom. És az utolsó ilyen titkos krumplink, az a narancs krumpli, az orange potato. Ugye ez mik a feltételek? Az első is az, hogy Scrooge McDuckot, tehát Dagobert bácsit 10-es szintre fel kell húzni, és megcsinálni teljesen a sztoriát. A második, hogyha bevegyünk a wardrobe-ba, itt kiasztjuk a szemelyeket, és fel kell venni ezt a Lenses of Shadows-t. Ezt felszük, aztán el kell jönni ide a kastélyba, és meg kell keresni Nikinek a titkos szobája. Ez a titkos szoba az ugye ez lenne. Ide bejövünk, és 20 darab ilyen kicsi, nagyon pici kavicsot kell gyűjtenünk. Tehát így a szobában szét kell nézni alaposan. Bocsánat, rosszul mondtam, ezt a 20 darab kis kavicsot nem csak ott a Miki titkos szobájába kell megtalálni, hanem különböző ilyen dimenziókba. Tehát, hármat találhatunk ott Miki titkos szobájába. Aztán a kastélyban szintén hármat, Mana dimenziójában négyet, a Ratatouille dimenzióban egyet, a Toy Story dimenzióban négyet, a Frozen dimenzióban hármat, és a Wall-E-ban kettőt. És így lesz meg összesen a 20. És miután megvan a 20, ide jövünk, és itt a Functional, ja nem, itt, hol is kell. De a Functional Items-nél, itt van a narancs krumpli. Ezt lecraftoljuk, és ebből csátunk egy Electrifying Orange Potion-t. Majd még szintén nem tudunk, hogy mire jó. Én ilyen kis titkos tárlóba ezeket berakom,
szépen, hogy majd valamire csak jó lesz. És ez a négy ilyen titkos poti van így összességében. A leírásban szintén berakok egy linket, ami szépen elmagyarázza, hogy a kavicsok hol találhatóak meg. Ezt gondoltam csak úgy bemutatom, de valaminek ilyen külön event questje van, hogy a nyuszikat kell így elkapni, mert elsöktek a kis ketecéből. Ötletes. Aztán már ilyen újítást is beraktak, hogy ilyen, hát ilyen ólat is lehet rakni, meg kislabdát, meg etetőt, minden, és négy kompaniont lehet így berakni. De tehát, hogyha van egy kedvencük, aki úgy folyamatosan követ, akkor legyen még plusz négy, úgy voltak vele a készítők biztos. Plusz még három darab ilyen tojás bokrot is beraktak. Nem tudom, hogy ez véglegese, vagy csak így ilyen átmeneti. És készes vagyok a húsvéti jönttel. És hát végig egy valamit kell csinálni, de jutalmak amúgy ezek főleg ilyen motifok, tehát ilyen custom dolgokra tehető matricák. Hát van ilyen arcfestés és ruhák, pet, dekorációk. Na igen, ez az újdonság ebben az eventben, hogy már rendesen ilyen nagy dekorációkat is ad jutalmul. Ilyen szép ruhák, meg ilyen nagy, hát ez is dekorációnak számít, de inkább ilyen játéknak mondanám. Ezek, és Donádra egy ilyen skin, úgymond. Meg Goofyra is egy skin. És hogyha elhelyezzük, hát néz ki ilyen nagy Dumbo hullámvasút, ezt is le is lehet így állítani, hogy itt szépen leáll. Tök menő. Gondoltam, itt jó lesz. Hát összességében ilyen húsvéti dekorációk vannak. Mondjuk én nem hittem volna, hogy ez egy szék, hogy így ráülök, azt így becuppan a segjukomba, de ez eléggé kényelmetlen lehet így. Mindegy, széknek szék. Úgyhogy ez meg egy ilyen lámpa is. Ez egy cuki. Meg ilyen petet is lehet szerezni. Ja tényleg, azt is akarom mutatni, hogy itt a Dreamlife-ban ugyanúgy, mint minden eventkor van ilyen különleges event. Ugye volt Halloween-kor is, karácsonykor is, most húsvétkor is négy darab ilyen event volt, hogy Valival 50 darab virágot kell szedni, négy darab ilyen húsvéti dekorációt kell kirakni, húsvéti kaját kell főzni a tojásokból, meg ilyen húsvéti fát ültetni, mert ez van külön ilyen mag is, ez. És ezeket a tojásokat lehet így szedni. Hát ez, ami a sima bokorról van, az Egg Silent Fruit. Ezeket meg így gyűjteni kell. Főleg. Na, hogy tök menő. Ez a kis húsvéti event. Szóval úgy néz ki ez a Dumbo. Hát, nem tudom, inkább ilyen játéknak mondanám. Meg van ilyen Matty Party. Ez még elég ilyen Alice Csodországban referenc. Lehet, hogy még Alice-t is berakják idővel, ki tudja. Meg ilyen baszott nagy óriás kerék. Ennél jobb helyet mondjuk nem is találtam neki. Ez tökéletesen ide élik. Ezt is amúgy így le lehet állítani, ha akarnánk. Meg ilyen kis 10 oszlop is van. Meg petekből 3 darab ilyen új petet lehet így szedni az event alatt. Egy kék nyuszit, egy rózsaszín nyuszit és egy sárga nyuszit. Meg ez, ami van így külön event rewardból. Még a kék nyuszit. Nem ezt tetszik. Úgyhogy, hát egyenlőre ennyi. Így az eventből egy szép egy bedekoráltam magamnak. Meg ilyen külön ilyen színházi teret is raktam már
csináltam már magamnak, úgyhogy így folyamatosan rendezgettem, hogy így jönnek az eventek, az egész parkomat, majd előbb-utóbb csodálatosan szép lesz. Még ilyen külön kertet is csináltam virágoknak, hogy ne az legyen, hogy össze-vissza kell ilyen rohangálni, hanem hogyha ilyen virág kell, akkor innen szedek. Egyszerű. Egy ilyen szép dekorációt is kaptam így az event alatt. Úgyhogy, hát azt hiszem mindent bemutattam, ugye a húsvéti evente kapcsolatban. Hogyha már ilyen nagy játékszereket raknak a játékban, akkor mi lenne, hogyha beraknák ilyen látogatókat, mondjuk ilyen kisgyerekeket, vagy jönnek a szülőkkel, vagy valami ilyen újdonság, csak hát, hogy lehetne hozzájuk valami küldetés, hogy mondjuk ide szeretnének menni, azt el kell vezetni ide őket, és jutalmon mondjuk kapunk 100 aranyat, vagy akármi, tehát csak hogy így benne legyenek az ilyen külön emberek is. De hát majd idővel. Biztos ez, erre is gondoltak a készítők. Na hát egyelőre ennyi volt ez a húsvéti event. Nagyon szépen köszönöm, aki megnézte ezt a videómat is, és hogy találkozunk a következő ilyen dimenzióban, tehát amit majd kiadnak ilyen nagyobb eventben. És hát sajnálom, hogy nem tudtam bemutatni teljesen egy alap történetét. Elcsesztem. És remélem, hogy csak utoljár, egyszer s utoljár fordult elő. Ha bármiféle segítség kell, nyugodtan kommentben lehet jelezni. Én mindig itt vagyok, és fogom is gyártani hozzá a tartalmat, bemutatni az újdonságokat. Vétek, nagyon szépen megköszönöm, hogy megnézted ezt a videómat is, és hogy találkozunk a folytatásban. Addig is, sziasztok! It's the